Oké, jó. Tehát élőadásban vagyunk. Szeretettel köszöntök mindenkit a Nőkért Szabad Egyetem mai alkalmán, amelyet március 15-e a Nemzeti Ünnep alkalmából rendeztünk meg. A Nőkért Szabad Egyetem a Nőkért Egyesületnek több éve futó projektje, öltötte már előadás, szeminárium, kerekasztal, beszélgetés formáját, a pandémia idején pedig online beszélgetések formájában jelentkeztünk, és egyelőre ehhez tartjuk magunkat. A Nőkért Szabad Egyetem célja a nőtörténet és a gender tanulmányok művelőinek, témáinak, eredményeinek megismertetése a szélesebb közönséggel. Gulyás Adrienna mai vendégünk, akivel úgy ismerkedtem meg, hogy egyetemi társam, Rezs Zoltán történész, ismerve a nőtörténet iránti érdeklődésemet, tavaly elküldte az újkor.hu-n megjelent interjúját egy ígéretes fiatal történész nővel, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvéd nőinek az életét kutatja. Ide teszem ezt az interjút kommentben, amit Rezs Zoltán történész készített. Szeretettel köszöntöm közben az újonnan érkezőket, látom, hogy gyűlünk. Ide tettem nektek kommentben az interjút, ami által értesültem Adriennek a munkájáról, és nagy örömünkre Gulyás Adrienn elfogadta a meghívásunkat, így a őt üdvözölhetjük most köreinkben. Köszönjük szépen, Adrienn, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és arra szeretnélek kérni, hogy mutatkozz be a közönségünknek, mesélj a munkádról. Valami nem jó a hanggal, én legalábbis úgy hallom, hogy mintha sisteregne. Most nem jó. Vagy ez csak nálam van? Szerintem csak nálam van. A közönség jól hall minket? Jó, oké. Okay. Igen, jó. Akkor igen, szeretett. Érdekel. Húha, azt írják, hogy nem jó. Igen, nem jó visszhang van, azt írják, hogy amikor, ahan többen írják, hogy nem jó visszhang van, én sem hallom. Most mondjad. Nem tudom, igazából én nem változtattam semmin. Én változtattam azzal, hogy lenémítottam magamat. Kedves közönség, hogyha én lenémítom magam, akkor én úgy hallom, hogy megszűnik a vízhang. Aha, most azt mondják, hogy most jó. Na, oké, okay. Szuper, elnézést, akkor egy kis technikai gond után újraindulunk, tehát megkérem Gulyás Adriennt, hogy mutatkozzon be a közönségnek, és meséljen nekünk a munkájáról. Üdvözlök mindenkit! Na, hát én 3 évig voltam a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak a tárlatvezetője, és most a Károli Gáspár Református Egyetemen vagyok doktorandusz hallgató. Én a honvédnők témájával körülbelül 5 éve foglalkozom. Hát ez a nagy szerelem, ez honnan indult? Az egyetemen volt, hát most inkább nem mondom, azt hiszem, hogy valamilyen művelődés történeti óra lehetett, de akkor fedeztem fel Borbíró Fanninak a Föl a tett mezeire című írását, hát és akkor jött ez a 48-as női szerepekkel való szerelem, és ezért is írtam belőle a BS szakdolgozatomat. Aztán utána rájöttem, hogy volt benne egy fejezet, mégpedig a nők fegyverben fejezet, ismertem nevén honvédnő katonanők, és egyre több forrást találtam hozzá, illetve olyan írásokat, amelyek ezzel a témával, ha érintőlegesen is, de azért próbálkoztak valami újdonságot nyújtani, és úgy voltam vele, hogy akkor miért ne írhatnék mesterképzéses szakdolgozatot is ebből a témából.
Aztán a doktorimet egyébként tovább fogom vinni, de majd egy picit bővül, viszont az én nagy kedvenceim ugye a honvédnők fognak maradni. Ez már csak ilyen. És honnan jött a nőtörténet, illetve a honvédnők iránti érdeklődésed, és ami különösen érdekel, hogy milyen fogadtatásban részesültél? Amikor én jártam egyetemre, én ugyan irodalmár voltam eredetileg, és akkor még volt egy ilyen sztereotípia, hogyha valaki nőírókkal vagy női irodalommal akar foglalkozni, az egy komolytalan téma, és nem ajánlott. Te milyen reakciókat kaptál, amikor kiderült, hogy a történelem női alakjaival szeretnél foglalkozni? Szerintem ez azóta sem túl sokat változott. Én nem, hát nem részesültem olyan pozitív fogadtatásban, amikor azt mondtam, hogy ezzel a témával szeretnék foglalkozni, viszont az én témavezetőm Herman Róbert, ő mindig mindent megengedett nekem, úgyhogy ezt előre is köszönöm. Tehát én mindig voltam az értelmi szerző, kitaláltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Tanár úr megmondta, hogy rendben, csak nincsen forrás. Én pedig azt mondtam, hogy rendben, de én akkor is ezzel fogok foglalkozni. És így végül is addig ment a dolog, hogy átment. De tehát végül is találtam is hozzá anyagot, most is folyamatosan kutatok, és azt veszem észre, hogy még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincsenek, mindig jönnek újabb és újabb és újabb nevek. Például voltam a Mamutnak az egyik konferenciáján, és ott az egyik múzeumi kolléga mondta, hogy neki például az egyik rokona volt honvédnő. Na, vele még nem vettem fel a kapcsolatot, de ő is tervben van, hogy vele is erről beszélgetni. Vagy például úgy tűnik, hogy Adrianna egy kicsit lefagyott. Na, nem volt nem volt is elment a kép? Miről is elment a kép? Akad, igen, írják a hallgatók is, hogy akadozik, nekem kimerevettél, tehát mintha lefagytál volna, de szerencsére most megint itt vagy, tehát kérlek, hogy kezd előről a választ. Szóval azt hiszem, hogy az egyik helyet, egyik helyet, egyik barátomról szólt nekem, és ott az emléktáblán egyébként fel is van tüntetve Babár Mária közvitéznőnek a neve. Úgyhogy egyre több helyre, ahova megyünk, mindig találunk egy-egy honvédnőt, úgyhogy így szép számmal gyűlik a listánk, vagy listám. Igen, hát a fogadtatásról meséltem, hogy az a témavezetőm Herman Robert, ő nagyon kedves volt, viszont ugye a többség úgy gondolja, hogy ebbe a témában nem nagyon van lehetőség, nem nagyon van kraft. Ezt több helyen is olvastam már, hogy hát, hogy a honvédnők témájához annyira nem érdemes hozzányúlni, nagyon sok fals információ és nagyon sok az olyan tényadat, ami nem stimmel. Egyébként ez igaz, hogy a honvédnőkkel kapcsolatban rengeteg a legenda, rengeteg az olyan történet, aminek nincsen valóság alapja, és az életrajzok is azért ilyen romantikus szemlélettel íródnak, tehát egy picit felmagasztalják a honvédnőket. Az igazság az viszont, hogy lehet, hogy egy része ezeknek nem feltétlenül igaz, vagy nem klasszikus módon igaz, hanem egy része valóban tényleg úgy történt, csak egy pici ilyen romantikus pátosz rá telepedett így az egészre, és akkor már hirtelen ilyen dicsőséges történetek lesznek. Viszont a lényeg az, hogy sok minden ténylegesen igaz ezek mögött, a történetek mögött, azt viszont érdemes kikutatni. Tehát, hogyha azt nézem, hogy mondjuk Lepstük Mária, mindenkinek eszébe jut a Mária főhadnagy. A Mária főhadnagy operett, hát túl romantikus, túl idealizált,
Igen ám, de ennek ellenére Lebstück Mária létező személy volt, és az ő életrajza is ugye megvan, és az emlékiratnak ugye a jelentős része az tökéletesen stimmel, leszámítva az, hogy néha ilyen kronológiai zavarok vannak, de hát ezt most a történész feladata kideríteni, hogy hol tévedett. Aki a halálos ágyán lediktálja az emlékiratát, hát nem várható el tőle, hogy mindenre tökéletesen tudjon válaszolni, meg emlékezzen rá. Tehát akkor gondolom annál nagyobb kihívás a szűkös forrásoknak a jelenléte. A nőkért.hu mi is megjelentettünk egy cikket a Nők a szabadságharcban címmel, illetve Borbíró Fanninak az említett tanulmányát is átvettük, amit a szerző engedélyével, amit itt a kommentben is közöltem nektek. Tehát abból is az derült ki, mármint amit mi közöltünk le, hogy hát inkább így nevek ismertek, tehát hogy Lebstück Mária, Bányai Júlia, Pfiffner Paulina, és a többieknek pedig hát inkább csak a nevét tudtuk kideríteni, meg azt, hogy harcolt a szabadságharcban. Neked van-e kedvenc honvédnőd, akiről autentikus információkat tudunk, és akinek a figurája különösen megragadott téged? Hát nekem volt annak egy ilyen nagy kedvenc Paulina. Vagy a Pitti, hármójuk közül. Ezt azért mondom, mert Paulina egy jóval függetlenebb lélek, tehát ő nem csak nőként bevonul katonának, hanem nőként kitör a saját társadalmi korlátai közül is. Persze nyilván a katonáskodás is egy kitörés, de ő még inkább, mert ő már jóval a forradalom előtt egyébként férfiként él, beöltözik áruhába, és Ligeti Kálmán néven ő színészettel próbálkozik. A Nemzeti Színházba is megpróbál elszegődni, de nem nagyon veszik fel, és utána úgy dönt, hogy Erdélyben megy, és egy vándorszínészi társulathoz csatlakozik, és ott éri majd a forradalomnak a híre, tehát ő már korábban is férfiként él. És ez szerintem egy nagyon érdekes dolog vele kapcsolatban. Ugye az, hogy a forradalomban és a szabadságharcban részt vesz, ugye az életrajzban érdekes módon ez a legrövidebb rész, hogy ő milyen ütközetekben is vesz részt. Annyit tudok, hogy ugye főhadnagyi rendfokozatig jut, és hát két sérülést is elszenved, a kartács okozta sérülés lesz a lábszárán, illetve a bal vállát éri egy golyó a tikvai ütközetben. Ő a nagyszebeni kórházba kerül, majd ott lábadozik, és egyébként ott is lepleződik le, hogy ő nő, és az édesapja után küldik majd. De miért érdekes még egyébként ő? Azért, mert amikor hát gyorsan végigvezettem az ő sztoriát, nem tudom, hogy mennyire van meg. Tehát ugye a nagyszebeni kórházba felfedezik, hogy ő nő, édesapa után megy Galíciába, utána 1851-ig ők ott vannak, aztán hazatér Magyarországra, szintén férfiként próbálja meg fenntartani a családot, mert az édesapát nyugdíjazták, ezért ugye ő nem kenyérkereső akkor már. A testvérének a férje, Kovács József ügyvéd fogja őt felvenni, és ügyvéd segédként, írnokként dolgozik. Aztán neki nagy hobbija, vagy nem is tudom, a nőknek a hódítása. Tehát ő nagyon szeret udvarolni. És kezdetben ezt olyan célzattal is csinálja, hogy némi pénzhez jusson, és gyakorlatilag idős hölgyeket talál meg ezzel a kis udvarlással. Hát igen, folyamatos anyagi gondokkal küzd, ezt mondom sem kell. Minden lehetőséget megragad, hogy egy kis pénzhez jusson, mert ez nem tudom, mely erkölcsek, mennyire elfogadható. Gondolom nem csak a férfinak költözött Paulina csinálta, hanem alapvetően a férfi katonák is sokszor belefuthattak ebbe. És az egyik alkalommal egy Fanni nevű nővel találkozik, aki egy erdélyi menekült, és az annyira szerelmes lesz belé Fanni drága, hogy házasságig kívánja vinni a dolgot, de hát ugye nem lehet Paulina nő. Ő viszont apuka és a nővérének a nyakára jár, hogy már pedig itt házasság lesz, aztán a Paulina mondja neki, hogy hát nem lehet, és végül az apja küldi el, hogy Paulina nő, tehát
Értsd meg, hogy tényleg nem lehet. Aztán ez a Fanni nevű nőt feljelenti, a nagyváradi haditörvényszék eljárást indít ellene, sajnos menekülnie kell, és végül a csendőrség, ha jól emlékszem, Csanád apácán elkapja őt, és Gyulára kísérik a zsandár laktanyába. Ugye fizikai vizsgálatot rendelnek el, hogy ténylegesen nőről van ez szó, ő ezt nagyon-nagyon nem szeretné, és inkább öngyilkos lesz. Ez egy nagyon szerencsétlen eset, mert az egyik töltött pisztolyt lekapja a falról, és ugye szíven próbálja lőni magát, de nem sikerül. Ugye olyat üt a fegyver, hogy a tüdejét találja el. Hát ennek sajnos egy hónapi agónia lesz az eredménye, amit egyébként példásan tűr, tehát annak ellenére, hogy tüdőlövése van, alig köhög egy hónap leforgása alatt. Folyamatosan egy gyulladt sebe van, és elfertőződik, lázas, és ennek ellenére a főorvos, a Tormási Lajos leírja, hogy alig beszél, alig köhög, nem panaszkodik, tehát gyakorlatilag a szenvedésnek a szikráját is alig mutatja, olyan eszméletlen módon tűri a fájdalmat, tényleg egy hihetetlen nő, és egyébként a főorvosát is annyira érdekli, hogy elkezd beszélgetni vele, és ír róla egy jellemrajzot. Több dologról is megkérdezi őt, és hát én nekem, ahogy olvastam a jellemrajzát, nagyon úgy tűnik, hogy a Tormási Lajos teljesen lenyűgözte azt. Tehát olyan tiszteletet ébresztett benne Paulinának az alakja, hogy ő évek óta férfiként él, hogy ő harcolt a szabadságharcban, hogy ő annyira elhatározta, hogy ő férfiként szeretne élni, hogy ő még az öngyilkosságot is feladta ezért. Szóval ez egészen elképesztő szerintem. Hát akkor legyen ennyi Fifner Paulináról, akit még egyébként jobban érdekel, írni belőle egy tanulmányt is az ő életéből, és remélem majd mindenki el fogja olvasni, akit érdekel. Tehát, hogyha jól veszem ki, akkor Paulinát a hagyományos női szerepeknek a meghaladása motiválhatta abban, hogy honvédnőnek álljon. Mit tudunk a többi honvédnő motivációiról, hogy miért adták katonáskodásra a fejüket? Én többen motivációt is összeszedtem, vagy lehetséges motivációt, nyilván nincs mindegyik köztem. Az első, amit én láttam, az meglepő módon a szerelem. Nagyon sok honvédnő úgy áll be katonának, hogy a férje elmegy harcon, és úgy dönt, hogy ő nem akar otthon maradni, és inkább ő is csatlakozik. Ilyen például az Aradi Erekje Múzeumban talált egyik honvédnőm, a Dobi Zsuzsanna. Neki is a férje elment harcon, és úgy döntött, hogy inkább ő is utána megy. De ilyen például Viola Anna is, aki Mészáros Károly után megy. Szóval a többség az szerelemből, illetve van olyan is, egy anekdotában olvastam, hogy a férfi az, aki a nő után megy harcolni, egy Szidónia nevezető hölgy, egy nagyon férfias vagy katonás hölgy, mindenáron be akar vonulni, és akkor utána gyakorlatilag a hős szerelmes férfi csak kizárólag úgy tudja elnyerni a kedvesének a tiszteletét, szerelmét, hogyha ő is utána megy. Ez a Bátyám uram és a Nőhonvéd című anekdotában olvasható, de egyébként fenomenális a történet, és azt nézem, hogy az anekdotáknak egy jelentős része amúgy dolog kiderül, hogy igaz, vagy van benne igazság, akkor szerintem erre is biztosan volt példa. Mert a szerelem mellett mi volt még? Ugye vannak egyéni motivációk, például a Paulinánál nagyon érdekes, mezőhegyesen nő fel a Méneskari intézet. Tehát a Mezőhegyes az egy ménesi intézet van ott, katonai objektum, tehát csak kizárólag katonák laknak ott, illetve a tiszteknek a családja. Tehát ha valaki ott dolgozik, akkor élhet ott, de ezen kívül senki nem tartózkodhat a telepen. És az édesanyja korán meghalt, 10 éves ekkor Paulina, 7 heten testvérek, harmadikként születik Paulina. És hát ugye 10 éves kislányként valószínűleg ugye azzal szórakoztatja magát ott, mint mindenki, és ugye a többség férfi, tehát a férfiak mivel fognak szórakozni, kártyáznak, célba lőnek, lovagolnak, kocsiznak, vadászatokat rendeznek, nekik ez a szórakozás. És Paulina ehhez abszolút idomul, és abszolút hozzászokik, hogy ez a szórakozás. Ugye ő vadászöltönyben jár kell fel alá, lengőtollat zöld kalapjában, és ez senkit nem zavar, mindenki teljes mértékben hozzá van szokva, hogy Paulina kisasszony minden vadászaton ott van. És ráadásul eszméletlenül jól lő, és még jól is lovagol.
Szóval ez is egy érdekes dolog, hogy én úgy gondolom, hogy mivel ennyire a katonai hierarchiával szinte, hogy barátságban van, ebben nő fel, neki a honvédség olyan nagy újdonságot nem jelenthet. Szerintem a polgári életben való elhelyezkedés, mondjuk írnokként dolgozás, vagy ugye a női feladatoknak a megoldása, ez sokkal problémásabb. Tehát neki ez valahogy életidegen volt. És egyébként ez látszik is, hogy egyszerűen Tormási Lajos is egyébként leírja, hogy ő nem igazán ért a női feladatokhoz, a varráshoz, a főzéshez, a mosáshoz, mondjuk egy háztartásnak a fenntartásához. Tehát ő abszolút nem ilyen. Szóval nem csodálom azt, hogy ő inkább férfiként szeretne élni, mert férfiként úgy élhet, ahogy gyakorlatilag felnőtt. Az, hogy akkoriban még nem volt lehetőség arra, hogy egy nő ne a hagyományos női szerepek szerint éljen, vagy legalábbis szűkebb lehetőségek voltak erre, és akkor, hogy akkor inkább ezért döntött úgy, hogy a szabadságharc után is férfiként él? Hát biztos, igazából, hogyha valaki egy picit más volt, akkor azonnal kinézték. Tehát hogy a mai világban, napjainkban azért jóval toleránsabbak vagyunk, mint annó. Tehát olyan társadalmi szokások voltak, meg olyan hagyományok, hogyha valaki szeretné egy kicsit átérezni ezt a 19. századi társadalmi nyomást, szerintem a Fanni hagyományait olvassa el, hát az valami borzasztó, hogy milyen nyomasztó. Tehát igazából Fanni beleszeret egy fiúba, és viszonozva is van, és mégis annyira borzasztóan elítéli őt a saját édesanyja, meg az egész társadalom, csupán azért, mert szerelmes. De döbbenetes, tehát nagyon ijesztő, hogy mennyire szűklátókörű volt anno a társadalom, és hogyha valaki férfiasabb ruhában járt, akkor az alapvető első gondolatuk az volt, mint Mogyorósi Jánosnak Paulinával kapcsolatban, hogy a természet téves kinövése volt. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. De visszatérve még gyorsan a motivációkra, írtam magamnak egy kis puskát is, hogy nehogy kifelejtsek bármit is. Ugye az utolsó és egyben legfontosabb motiváció, hogy miért vonulhatnak be a nők, hát sajnos azok a piszkos anyagiak. Megélhetési gondokkal küzdenek nagyon sokan. Például ugye a nemzetiségek rendszeresen olyan véres dúlásokat rendeznek, hogy a családoknak a jelentős része apa, férj, fiú, testvér nélkül marad. 19. században vagyunk, tehát a nő nem önálló jogi személy, nem tudja eltartani magát, mindig a család legidősebb férfi tagjának a kötelessége az összes női családtagot eltartani. És ugye, ha ők kihalnak, akkor probléma van, mivel a nő nem tanulhat szakmát, ért a háztartáshoz, gyermekneveléshez, gyermekszülés, de az, hogy eltartsa magát, az nincs a repertoárban, probléma adódik, ugye pénz kell, és általában a honvédséghez csapódnak, vagy markotányos nőként ugye árulják az élelmiszert a katonáknak, vagy ott vannak ápolónőként, vagy pedig ott vannak honvédnőként, ugye egy honvédnőként tudják ugye a legtöbbet keresni például. Rendszeres kenyérfejadagot kapnak, zsoldot kapnak, amiből tudnak élelmiszert vásárolni, és ugye ez egy biztos bevétel, egy biztos jövedelem nekik, azért, ami nem utolsó. Úgyhogy nagyjából szerintem ezek a fő motivációk, ha előrébb halad még inkább a kutatásom, akkor szerintem lehet, hogy még egyéb motivációkra is rájövök, de jelenleg ezek a gondolataim ugye ezzel kapcsolatban. Nekem nagyon szöget ütött a fejembe, hogy hogyan tudtak ők boldogulni. Tehát, hogyan érték el azt, ugye, hogy mai kifejezéssel passzingok legyenek. Tehát, hogy egyet a katonatársaik tudták, hogy ők valóban nők, vagy pedig akkoriban annyira elvált a férfi és a női öltözködés, hogy egy nadrágos, rövidhajú egyén
nem volt gyanús. Tehát, hogy én belegondolok, hogy a mai transzrácok tapasztalatai, hogy nekik ugye nagyon sok hormonozás kell, amíg passzingok lesznek, és hogyha legkésőbb akkor lebuknak idézőjelbe, amikor megszólalnak. Tehát ezek a katona nők nem buktak le, még hogyha az egyet lekötözték a melleiket, gondolom, de hogyha megszólalt a szép, vékony női hangon, akkor így nem fogtak a katonatársak gyanút. Tehát, hogy ezt hogy kell így a hétköznapjaikat elképzelni a seregben? Hát a hangjukról sajnos nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy mennyire volt mély vagy magas a hangfekvésű, de például azt tudom, hogy ezek a posztó Attilák, amiket hordtak, ez rajtam is volt néhányszor a múzeumban, és ezek olyan vastagszálú kabátok, hogy ez alatt aztán semmi nem látszik. Tehát mondjuk, ha valaki nem annyira erős mondjuk dekoltás van, akkor szinte, hogy abszolút nem lehet látni, hogy az alakján, hogy ő nő vagy férfi. És Repsük Mária is leírta, hogy ő több számmal nagyobb csizmája volt. Tehát ráadásul nem sokszor volt olyan, hogy a katonákra pontosan ráillett az öltözék, mert ugye amit a ruhabizotmány tudott adni, az nem mindig passzolt. Tehát a méretek azért változtak, volt, hogy 2-3 számmal nagyobb ruhákat kaptak éppenséggel. Hát az problémásabb volt, hogyha kisebb volt. Ezt nyilván orvosolni kellett. Milyenek voltak a mindennapjaik, és hogy mennyire tudták, hogy ők nők? Szerintem a férfiaknak, a bajtársaknak egy része tudhatta. Bánya Júliánál is találkoztam azzal, például a Potenezsár József visszaemlékezésében, azt hiszem, hogy Sárosi alvadászt küldték, természetesen Julcsa kisasszonyt. Tehát már úgy hivatkozik rá, hogy Julcsa kisasszony, úgyhogy számára biztos, hogy egyértelmű volt. Lepstük Mária esetében is későbbi férje, Jónák József nagy biztos, hogy tudta, hogy ő nő. Tehát ez... Illetve amikor Lepstük Máriánál a bajtársak többsége is rájött arra, hogy nő, még egy emlékkönyvet is készítettek neki, és különböző idézeteket írtak neki. Ezt nem tudom, hol van ez az emlékkönyv, vagy esetleg, hogy megmaradt, de ez nagyon érdekes, és nagyon kedves tőlük. Egyébként a bajtársak, ahogy én észrevettem, pozitívan fogadják azt, hogy egy nő mellett harcolnak. Tehát számukra ez nagyon érdekes, felnéznek rájuk. Viszont vannak olyanok, akik meg abszolút elutasítóak, például ilyen Csány László kormánybiztos, ugye ő a kolozsvári női vadász alakulat, amikor az ő kezébe kerül, és akkor a sorsukról kell dönteni, akkor azt mondja, hogy hát, hogy nem, tehát ő feloszlatja ezt a vadász alakulatot. Mi az a kolozsvári női vadász alakulat? Szerintem ezt nem tudja a közönség, mert én sem tudom. Ugye a levéltári, azt hiszem a Bécsi Kaputéri levéltárban, a levéltárból kaptam ezt a forrást, ugye ez egy kérvény, amit a Kolozsvári Női Vadász Alakulat intézett a Debreceni térparancsnoksághoz. Ugye itt 153 tagból álló női vadászalakulatról van szó, és abból 18 név szerint fel van sorolva. Egyébként köztük van Bányai Júlia is, meg azt hiszem Nyári Mari is. És ők panaszt tesznek azért, mert feloszlatják ugye ezt a vadász alakulatot. Ebben a kérvényben benne van a Csány László kormány, biztos az, aki feloszlatta magát ugye az alakulatot, és próbálnak utalni arra, hogy rendben, rendben, hogy feloszlatták, de hát mi megélhetés nélkül maradtunk, a tábori pénztár az rendszeresen utalta nekünk a pénzt, úgyhogy eddig jó volt, de most már akkor adjanak valami segédszolgálatot, vagy bármit, amit nőként elvégezhetünk, mert egyszerűen hát így az éhínhalás szélére kerülünk. Tehát ez a kolozsvári női vadász alakulat, és majd ha kijutok Kolozsvára, remélhetőleg, akkor majd egy kicsit jobban is megpróbálok utána nézni. Tehát, hogy jelenleg nem lehet tudni, hogy mi lett a sorsuk ezután a kérvény után. Hát nem Hát, nagyon, nem de nagyon, de aha. valószínűleg feloszlatták őket. Szinte biztos, hogy nem engedték meg, hogy tovább menjen az alakulatnak a működése. És egyébként Görgei Artúr sem különösebben örült ennek a honvéd nő kérdésnek. Ugye Lepstük Mária kerül szembe ezzel a problémával, amikor Jónák József örmegy Buda ostrománál mondja, hogy hát, hogy már ha bevettük ugye Budát, nagy ünnepség van, akkor jelen meg női ruhában. Hát ez meg is történik, csak az egyik
bajtársa felismeri őt, és ez a Görgeinek a fülébe jut, és azt mondja, hogy hát mindegy, hogy szökevény, vagy pedig kém, az áruhába öltözöttet főbe kell lőni. De hát Lepstük Mária végül ugye megmenekül, mert későbbi férje Jónák József meg Liptai ezredes közben jár a Kossuthnál, és megmenekül. De voltak olyanok, akik annyira nem szívesen fogadták. De egyébként Görgei Kossuth Zsuzsannának a kinevezését sem különösebben támogatta. Tehát ő nem gondolta azt, hogy a nők azért összeszedettebb, nagyobb volumenű feladatokra képesek. Hát pedig Kossuth Zsuzsanna egy viszonylag hagyományos női szerepben az ápolásban vett részt a forradalomban, ezt, és ahogy még ennek ellenére sem támogatta Görgei. Hát megadtak a kezébe. Tehát az országos főápolónőnek való kinevezése után fel lettek kérve a parancsnokok, illetve a hadsereg orvosok, hogy tessék szépen megtenni azokat a dolgokat, amiket Kossuth Zsuzsanna kér. Tehát össze kellett dolgoznia velük, Klapka kiadta a rendeletet, és hát ugye ez annyira nem nyerte Görgei Artúrnak a tetszését, de végül is megoldotta a feladatot, úgyhogy szerintem ez egy jó döntés volt. A publikációidban írsz az úgynevezett álhonvédnőkről. Kik ezek? Ugye voltak honvédnők, akkor kik ezek az álhonvédnők? Igen, a kutatás során kellett szembesülnöm ezzel a dologgal, hogy rendben, hogy a honvédnők, hát ez olyan csodálatos dolog, és úgy feltölti az embert, hogy na hát ilyen bátor, tiszteletre méltó nőkkel találkozik. Hát aztán kiderült, hogy nem minden fekete-fehér, sajnos vannak olyanok is, akik ezzel a honvédnő címkével nagyon is visszaélnek. Ugye vannak olyanok, akik, én az utókor kegyeltjeinek szoktam őket hívni, akik nem, ténylegesen nem vesznek részt katonai hadműveletekben, tehát nem szolgálnak. Viszont valamiért az ilyen 48-as nagy összefoglalókba belekerülnek a neveik. Na ilyen például Szent Pál Ilonka. A Szent Pál Ilonkát nagyon sok helyen feltüntetik, ő igazából a Bocsonádi Szabó Józseffel való több évre húzódó levelezése miatt lehet ismerősebb, de ő nem vonul be. Tehát ez is egy nagyon-nagyon furcsa dolog, hogy úgy bekerül még a saját életében ezekbe a kötetekbe, hogy ő ténylegesen nem harcol. Vagy például ott van Inkei Kázmérné. Ugye Inkei Kázmérné szépek legszebbike, tehát azért többen is megemlékeztek róla, hogy hát egy nem mindennapi gyönyörű nőről van itt szó, aki Inkei Kázmér mellett végig ott van a csatatereken, mellette lovagol, tényleg Minóva elkíséri őt is, meg az alakulatot is, viszont ő nem vesz részt magában a csatában. Tehát nyilván a közelében lenni is veszélyes, de ő nem harcol katonaként. Ennek ellenére mégis valahogy úgy összemosódik minden, és akkor az évek alatt, évtizedek alatt valahogy hirtelenjében, ugye, aki ott van, az automatikusan honvédnővé válik alapon. Róla is azt gondoljuk, hogy esetleg katonanő volt. De ugye a leginkább igazi álhonvédnő az, aki ezzel vissza is él, még a saját korában. Na hát ez Jagelló Apollónia például. Ugye Jagelló Apollónia, hát zseniális imposztornő. Tehát tényleg, fú, le a kalappal még egy évtized után is. Na hát mit érdemes róla tudni? Ő eleve lengyel-magyar hősnőnek adja el magát. Honnan ered ez a lengyel-magyar hősnő dolog? Hát a bécsi titkos rendőrség iratai szerint az igazi neve nem is Jagelló Apollónia, hanem Júlia Eisfeld, de azt hiszem, hogy még egy harmadik név is előkerül vele kapcsolatban, ez pedig a Sarah Schuster. De ahogy a kortársak említik, valószínűleg inkább a Júlia Eisfeldt, illetve az álneve, az a Jagelló Apollónia, amit használ, azok lehetnek a valódiak. Ugye Komáromba kerül, állítólag az ő, van neki egy ilyen fiktív életrajza. Hát ebből nem sok minden igaz. A fiktív életrajza azt állítja, hogy királyi vér folyik az ereiben. Ugye a Jagelló Apollónia, hát a Jagelló az nyilván árulkodó egy kicsit, gyorsan társították is a királyi családba.
Utána a krakkói barikádokon harcol, fú, Bécs utcáin forradalom tör ki, ő az első a barikádokon, ismételten harcol, nagyon hősies, Magyarországra szökik, jó, te jó ég, a Klapkának a hadtestéhez csatlakozik, Győrbe vétele, komáromi harcok, ő természetesen mindenhol az első sorban harcol, igen, és utána a komáromi melleveleknek a kiadása, utána ő kimegy először Hamburgba találkozik Újházi Lászlóval, aki a magyar emigrációnak a, gyakorlatilag az egyik vezér alakja, és akkor hozzá csatlakozik, és velük együtt kimegy Amerikába. Na hát Amerika ilyenkor szerintem neki Kánaán. Amerikaiak imádják az ilyen hős történeteket, és ha még nő is van benne, hát az teli találat. Ő a magyar zsandárk, a híres magyar-lengyel heroína, jaj, mindenki a csodájára jár, mindenki találkozni akar vele, még az amerikai elnök is, és Zachary Taylornek a társaságában látják a Fehérház kertjében sétálgatni, és annyira tiszteli mindenki, hogy ilyen trikolor szalagokat, koszorúkat, mindenfélét kap, és az elnök még a szabad földekből egy bizonyos területet még neki is juttat. Hát annyira. Nyilván értékelni kell ezt a hatalmas katonai teljesítményt, amit ő nyújtott. Aztán utólag egyébként Vasvári Ödön kezd el foglalkozni az ő történetével. Egyébként én is végig azt hittem, hogy itt egy igazi honvédnőről van szó, de mikor a szélhámosok listáján olvastam a nevét, akkor elgondolkodtam rajta, hogy hoppá, akkor lehet, hogy én is tévedtem. Valamit nem stimmel. És hát elkezdték ugye ezt feldolgozni, és végül kiderült az, hogy hát ő nem volt ő egyáltalán nem volt katonanő, Komáromban igazából ápolónő volt, Bécsben nem a barikádokon harcolt, hanem azokon a bizonyos, hát mondjuk azt, hogy a bécsi vörös lámpás negyedben tartózkodott, és rendkívül aktív szolgálatot teljesített ott, utána volt kocsmárosné, utána elment Magyarországra, Komáromban ápolónő volt, majd Hamburgban egy osztrák kémnél lakott az Európa Hotelben, és gyakorlatilag a magyar emigránsokat figyelte. Utána Amerikában pedig eladta magát egy kicsit többnek ennél, és egyébként az az osztrák kém, akit Benesnek hívnak, ő csempészte bele az újságokba, hogy ő egyébként királyi vér. Tehát ez is egy ilyen álhír volt. Egyébként volt egy bajor tiszt kint Amerikában, akinek igazából szemet szúrt ez a hölgy, mert szerinte nagyhangú, harsány és borzasztóan hivalkodó nő volt, nagyon unszimpatikus volt neki, és a jogi alapulónia hozzáment egy lengyel ügyvédhez, aki viszonylag közel volt a tűzhöz, egy Tokman nevű férfi, és azzal kereste egyik részről a kenyerét, hogy hivatali pozíciókat szerzett az emigránsoknak, és akkor ezért cserébe pénzt kapott. És ebbe a bizniszbe gyakorlatilag jogelő Apollónia is belépett, és amikor Charles Deana szeretett volna pozíciót, akkor ugye keresztül kellett volna mennie jogelő Apollónián, illetve az akkori férjém Gáspár Tokmanon. Hát nem akart. Ugye szembe kerültek egymással, óriási botrány tört ki, ez lett a Jagelló-Tokman botrány, és a végén a bírósági per során megkérdezték Apollóniától, hogy rendben van, hogy X mennyiségű komáromi védő elismerte azt, hogy te ott harcoltál. Az is rendben van, hogy Harry Charles de Anna mellett is rengetegen kiállnak, hogy te nem harcoltál ott. De te mit gondolsz? És erre azt mondta Jagelló-Apollónia, hogy végül is, hogy harcolt vagy nem, hogy ő sose mondta azt, hogy ő valaha is több lett volna, mint egy ápolónő. Nem mondta, hogy több lett volna, mint ápolónő, de természetesen nem is cáfolta meg. Úgyhogy az ő története az itt nagyjából véget is ér, mondanom sem kell, hogy az igazi honvédnőkkel kapcsolatban sosem tört ki botrány. Tehát ha valakiről már tényleg ilyen botrányos viselkedésű, és nem fogadja a közvélemény, hogy honvédnő volt, vagy megkérdőjeleződik az, hogy honvédnő volt, ott már valami van. Tehát ez... Például Bányai... Igen? Csak azt akartam megjegyezni, hogy ennek ellenére szimpatikus ez a Jagelló Apollónia. Igen, Bányai Júli? Nagyon okos nő volt, ebben biztos vagyok. Az én kutatásaim szempontjából ő nem honvédnő, de az biztos, hogy zseniális. Tehát kihasználta a helyzetet, nagyon jól látott a pályán, tudta, hogy kinek, mit, hogy, mert
merre kell mondani, és ez gyakorlatilag odáig elvitte, hogy élete végéig jó módban élt. Így kell csinálni. És Bányai Júliáról szerettél volna mondani még valamit? Igen, hogy a Jagello Apollóniáról leírják, hogy gyönyörű szép keze van például, hogy olyan arisztokrata keze van, mint a sose dolgozott volna. Na hát, a Bányai Júlia vagy Lepstük Mári esetében ez nem mondható el. Hát ebből is látszik, hogy nem feltétlenül volt ő honvédnő, mert ugye nem nagyon tudják elképzelni, hogy egy ilyen légies, szép alakú nő, hogy lehet honvédnő. Na hát ennek ellenére Bányai Júliáról azt írták, hogy egyik alkalommal a férjét, Matta Edét a lépcsőzeten lehengerítette. Hát azért gondoljunk bele, hogy nem kis erő kell ahhoz, hogy a férjedet egyszerűen csak lehajítsd a lépcsőn. Tehát azért Bányai Júliánál biztos, hogy nem kérdőjelezte meg senki, hogy ő honvédnő volt, vagy ha így felkapta a saját férjét. És lehet tudni, hogy miért? Ha jól számolt. Matta Edének volt egy nevelt lánya, és a nevelt lányán vesztek össze. És ez végül abba fajult, odáig fajult, hogy Matta Ed elrepült a lépcsőn. De egyébként Júlia Kossuthnál is, és Kossuthnak a szobájának az őre, Kinizsi István, bocsánat, ő is megjegyzi, hogy egy zömök termetű vaskos legény jött be Kossuthoz, aki végül azt mondta, hogy ő nő, és egyébként Kinizsi István nem akarta elhinni róla, hogy nő. Annak ellenére sem, hogy ő azt mondta. Összesen hány honvédnőt találtál eddig a kutatásaid során? Ugye én beleszámoltam a kolozsvári női vadászalakulatot, tehát 153 fő volt a minimum, és abból 18 nőnek volt ismert a neve, illetve én a saját kutatásom alapján jelenleg 29 főnél állok, de viszont, hogyha ugye vannak névi egyezések, hiszen a Nyári Mari és a Bányai Júlia például rajta vannak a női vadászalakulatnak a listáján. Illetve van még 5 anekdota, ami szintén vagy női honvédekről, vagy pedig nemzetőrnőkről szól. És mivel több anekdotának is találtam hiteles alapját, ezért ezeket is beleszámolom egészen addig, amíg nem találok olyan forrást, ami ezt megcáfolna. Úgyhogy jelenleg egy 185 főre rúg a számuk már. Hát én reményeim szerint előbb-utóbb elérjük a, vagy elérem, a 200-at. Ez a kitűzött cél. Meg jó lenne, hogyha a közoktatásban is megjelennének ezek a nők. De mit gondolsz, hogy mi az oka, hogy ez egyelőre nem történt meg? Hát igazából ez a nő történet, ez egy érdekes dolog. Ugye szerintem, hogy miért nem kerülhet bele a közoktatásba, ez egyrésztről társadalmi dolog szerintem, illetve történeti. Ugye nagyon sokáig a történeti írás az a nagy volumenű eseményközpontú dolgokat írja le, vagy pedig ugye olyan személyiségeknek a történetét, mondjuk az uralkodókénak. Ugye nagyon sokáig az uralkodó kül- és belpolitikája az, ami meghatározza mondjuk a történeti írás. Tehát az egy korszak, az egy éra, és az amellett nincsen semmi. És amint bejött mondjuk a mentalitás történet, vagy bejönnek a mikrotörténeti kutatások, onnantól kezdve már az egyes ember is elkezd érdekessé válni, és azért ez egy viszonylag friss dolog. Tehát még szerintem azért annyira nem tudta kiforni magát, már azért nagyon, nagyon szépen benne vagyunk ebben, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Tehát ez a történeti része, hogy ugye a történetírásnak a módszertana is kezd változni, nyitni. A másik pedig ugye a társadalmi dolog. Hát azért valljuk be, hogy van egy kis társadalmi óckodás így a nőtörténet felé, hogy ennek konkrétan mi az oka, hát szerintem ez az emberi dolgainkban keresendő, mindenre idegenül tudunk nézni, ami egy picit is új, egy picit más, alkalmazkodni kell hozzá, új perspektívákat nyit, meg nagyon szeretjük, hogyha valami kicsit meg lehet szokni, ugyanolyan marad, nem kell rugalmasnak lenni. Ez is egy érdekes dolog. Pedig ugye a nőtörténeti kutatások azért nagyon-nagyon tudják színesíteni a történelmet, és végül is
szerintem, ez az én egyéni véleményem, de úgy kerül egyensúlyba maga az egész történelem, hogy ugye egyrészt ott van a férfiaknak és ugye a nőknek is a története, és ugye ez gyakorlatilag úgy teljes, hogyha egymásban vannak fésülve, tehát ők együtt vannak. Erre szerintem a legjobb példa egyébként Széchenyi Istvánnak a példája. Ugye ő szerelmes a Crescenzbe, az ő nagy szerelme, a nyárt, ekkor már férjes asszony, Zicsi Károlynak a felesége, Zelen Crescenz, és ő ennek ellenére 12 évig szerelmes belé, már annyira rajong érte, hogy egész Pest, Buda, illetve Bécs is rajta röhög, viszont mégis valami hozzá köti, és hogy mi? Hát az, hogy végig támogatja. Ugye Széchenyi esetében tudjuk, hogy ő mindig is mentális problémákkal küzdött, tehát azért nagyon hajlamos a depresszióra, és ennek ellenére hát azért rengeteg mindent elért. Na, tehát tényleg. És ehhez viszont támogatnia kellett valakinek, és nagyon úgy tűnik, hogy az ő támogatását egy férj és asszony tudta megadni. És ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon mi történt volna, ha mondjuk a Crescenz nem lett volna ott az országgyűléseken, és nem figyelte volna a karzatról minden alkalommal Széchenyi István, vagy nem intett volna a fejével, hogy igen, kezdheted a beszédedet, vagy nem intett volna a fejével, hogy igen, szép volt a beszéded. Tehát ez egy erőt adott neki, ez kellett neki. És ugye erről meg úgy megfeledkezünk, hogy azért mindenkinek kell egy lelki támasz. Szerintem ez egy nagyon szép dolog. Az utolsó kérdésem, és addig szeretném megkérni a közönségünket is, hogyha van kérdés az előadóhoz, akkor azt írjátok le kommentben. Addig, amíg a közönség gondolkozik a kérdéseken, addig én fölteszem az utolsó kérdést, hogy tekintsünk ki egy kicsit külföldre, hogy más országokban, ugye nyilván voltak biztosan más országokban is honvédnők, és hogy ott hogyan áll az ő életük kutatása, és más országokban ők mennyire ismertek. Lenémítom. Na, most jó? Rendben. Szóval az eddigi kutatásaim alapján én úgy látom, hogy külföldön ez egy picit hálásabb téma, és egy picit előrébb tart már. Például, ahol a legtöbb nőtörténeti írás jelenik meg évente, én úgy látom, hogy ez az Amerikai Egyesült Államok. Ennek szerintem több oka is van. Egyrészt az oktatási rendszerben keresendő. Az 50 szövetségi állam közül 11-nek az egyetemein van Women's Gender Studies. Vagy programként, vagy fakultatívan lehet választani, tehát mindenféleképpen ott van lehetőségként, hogy ezt te tanuld. A másik pedig az, hogy az amerikai nők esetében divatja van annak, hogyha valaki bevonul, vagy érdekesebb története van, akkor ezt leírják. És ezt kiadják utána, mint életrajzregényt, vagy életrajzokat. Ugye Magyarországon ez annyira nem divat. Például Bányai Júliának is, ugye a Szent Katonai Bak Endre az, aki megírja az életét, vagy Lepstik Mária is, bár lediktálja a saját életét, de nem ő írja meg. Fichtner Paulina is utólag íródnak ezek az életrajzok. Viszont az amerikai nők mondjuk harcolnak a polgárháborúban. A polgárháborúban nagyon sok amerikai katonanő van, és ők miután megírják ezeket a történeteket, el is adják őket. Tehát azért ennek anyagi vonzata is van, nem tudom, hogy ebben mennyire jeltek meg, de azért biztos, hogy számított ez a pénz is. Illetve nem csak Amerikában vannak katonanők, hanem vannak például orosz területen is, ugye a Nagyesda Andrejevna Durova, ő az első huszárnő Oroszországban, ő a Mariupol huszár ezredben szolgál a napoleoni háborúk idejében, és ő is megjelenteti az önéletírását, és ez is egy nagyon érdekes dolog, mert nem csak történeti, hanem irodalmi szempontból is egyébként nagyon érdekes az ő írása. Illetve a leghíresebb honvédnő, akit szerintem leginkább megbecsülnek, az a lengyel Emilia Pláter. Emilia Pláter az 1830-31-es novemberi felkelésnek a hősnője, ő szabad csapatot szervez. Amikor ugye a forradalmat leverik, akkor bújdossik egy ideig, és szeretné újra szervezni az ellenállást, de végül megbetegszik és meghal. Ennek ellenére
Nagyon nagy megbecsülésnek örvend, hiszen falut neveztek el róla, például ez a Platerovka falu. Lettországban emlékköve van, Litvániában szobrot állítottak neki. Egy időben a húzlot is van, és egyébként őt lehetett látni. Szóval nagyon-nagyon sok érdekes dolog van vele kapcsolatban is, ami viszont még szembetűnőbb az, hogy például Emilia Platerren nagyon sokat foglalkoznak a lengyelek, 2017-ben film is készült róla, Jogello Apolloniáról van meg semmit. Én írtam annól Jogello Egyetemre, hogy esetleg Apolloniáról tudnak-e valamiféle információt adni nekem, és azt kaptam vissza válaszként, hogy a munkatársakat megkérdezik, mindenkit körbe kérdezgettek, és végül azt mondták, hogy hát nem tudnak róla igazából semmit. Úgyhogy szerintem ez is valamilyen szinten alátámasztja azt, hogy Apollónia nem volt ez a híres lengyel-magyar hősnő, inkább egy zseniális opportunista nő volt. Jó, most van lehetősége a közönségnek kérdezni. Hát itt olyan üzenet jött, hogy szeretettel gratulál a nézőnk a kutatásodhoz. Köszönöm. Más valaki azt írja, annyira jó erről hallani, szomorú, hogy erről nem tanulunk. Ugye ezt már megindokoltad, hogy miért nem, de reméljük, hogy ez megváltozik. Ezért tanulunk is. Például a doktori csoportomban két nagyon-nagyon aranyos kolléganő is nőtörténeti kutatásokat folytat, és nagyon remélem, hogy velük majd sikerülni fog valami kis nőtörténeti blogot vagy Facebook oldalt létrehozni, és akkor egy kicsit így közelebb kerül az emberekhez is ez a téma. Bizony, ez is Hogyha meg lesz ez a blog, akkor mindenképpen küld el nekem az elérhetőséget, és akkor megosztjuk a nőkért.hu olvasói körében, hogy ők is olvashassák. Illetve itt a következő kérdés. Csoportbiográfiát szeretnél írni az általad ismert honvédnőkről, illetve nemzetközi összehasonlításban szeretnéd vizsgálni a nők helyzetét hasonló kontextusokban? Nekem például eszembe jutott a lengyel nők 19. századi helyzete, mint közép-európai és birodalmi belüli párhuzam, de a forradalmi szabadságharcos kontextus még több lehetőséget tartogat magában. Egyébként gondolkodtam én is ezen, hogy mindenféleképpen a nemzetközi párhuzamot is szeretném egy picit erősíteni. A lengyel vonalon egyetlen egy probléma van, hogy soha nem létező lengyel nyelvtudásom sajnos kissé megkapott, úgyhogy ez kicsit így problémásabb a forrásolvasás tekintetében, de hát soha nem mondja az ember, hogy soha. Jó, hogyha nincsen a közönségnek több kérdése, akkor szeretettel megköszönöm Gulyás Adriánnek, hogy részt vett velünk ma este, és a Nőkért Szabad Egyetem vendége volt. Köszönjük szépen! És szeretettel várjuk a publikációidat a jövőben, illetve a nőtörténeti blogot is, ami tervben van. Mindent meg fogunk osztani a Nőkért Egyesület oldalán, amennyiben értesítesz minket. A közönségünknek pedig javaslom, hogy kövessétek a Nőkért Egyesület oldalát, áprilisban is fogunk jelentkezni Nőkért Szabad Egyetemmel, a háborús nemi erőszak kutatójával fogok beszélgetni áprilisban, illetve mind májusban is és júniusban is fogunk jelentkezni Nőkért Szabad Egyetemmel, ahol a Gender Studies egy-egy újabb szakértőjét hívjuk meg, illetve felhívom a figyelmeteket a Nőkért Egyesület által készített videókra a szexuális és reprodukciós jogok, valamint az isztambuli egyezmény témájában, amit szintén a napokban tettünk közzé, és a Nőkért Egyesület oldalán megtaláljátok. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk tartottak. Többen pozitív visszajelzésnek adnak hangot, tartalmasnak találták az általad elmondottakat, úgyhogy mindenkinek további kellemes estét kívánunk. Adrián, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Na, hogy meghallgatok.
Viszontlátásra, sziasztok! Sziasztok!